Most jön az idősek kategóriája. Azt mondja a Zsoltáros, öreg koromba se taszíts el magadtól, akkor se hagy el, ha erőm elfogy. Az idős ember kiáltása ez, aki fél az elfeledéstől, a megvetéstől. Ahogyan Isten hív, hogy legyünk eszközei a szegények kéréseinek meghallgatásában, úgy azt is várja tőlünk, hogy halljuk meg az idősek kiáltásait. Ez szól a családoknak és a közösségeknek is, mert az egyház nem lehet érzéketlen, még kevésbé közömbös és megvető az öregséggel szemben. A pápánk rengeteget beszélt az öregek védelmébe. Európa egy kiöregedett társadalom. Mindent megtettünk érte. Ez a pápa mindig szaval erről, hogy, hogy az öregeket ne hagyjuk el. A társadalom még mindig az öregekből él. Csak azzal, hogy kik, ki, ki megöltük a, az elkövetkező nemzedéket, ugye most, most föllobbant ez a futótűzként terjedő eutanázia propaganda. És ez egy bizonyos rétege a társadalomnak minkület pártfogolja. Mert ugye mondogatják azért néha, rádióban is lehet hallani, meg tévében is, hogy hát nem lesz, aki eltartsa a következő nemzedéket. Nincs annyi fiatal. Nagyon komoly gondok lesznek ebből, gazdasági gondok. Tehát az öregek tisztelete, ez nagyon fontos, ugyanakkor mégis a tiszteletnek a formája lesz az eutanázia a végén. Tehát ki kell mondanunk ezt. És, és Egyház most nagyon-nagyon próbál része lenni ebben a kérdésben Magyarországon. Ez szól a családoknak és a közösségeknek is, még egyszer hadd olvassam, mert az egyház nem lehet érzéketlen, még kevésbé közömbös és megvető az öregséggel szemben. Fel kell ébresztenünk a háló, és a megbecsülés, a törődés és a közösség élő tag, törődés közösségi érzését, amelyek megéreztetik, hogy az öreg ember is a közösség élő tagja. Én hadd mondok ilyen szépeket, itt látom magam körül és itt a templomban is, hogy hányan most már elhozzák a környékbéliek öregeket a templomba hűséggel. Nem egyszer karácsonyra, vagy nem tudom mi, hanem rendszeresen. Tehát fölvállalja egy környékbe lakó templomjáró, fölvállalják egymással az öregek ide Szép példákezik. Az idősek, férfiak és nők apák és anyák, kik megelőztek minket ugyanazon az úton, ugyanabban az otthonban, a méltó életét folytatott mindennapos küzdelemben. Ezért mennyire szeretnék, egy olyan szeretnék, mondja a pápa, egy olyan egyházat, amely a fiatalok és az öregek túlárodó örömű ölelkezésével kihívást képez a selejtezés kultúrájával szemben. A pápának nem tudom hányszor, százszor hangzott ez a mondat el. A kiselejtezésnek a kultúrája. Ugye a kiselejtezés kultúrája beletartozik az, ebbe a kultúrába az elabortált gyermekmagzat és az, a, a az öreg, a leírt öreg. Ez az el, eldobás kultúrája, a selejtezés kultúrája. Szent Második János Pál pápa arra szólított, hogy figyeljünk az öregek családon belüli szerepére, mert vannak kultúrák, melyek a rendetlen iparosodás és városiasodás következtében az öregek elfogadhatatlan kirekesztésének különböző formáihoz vezettek és vezetnek. Azért emlegessük meg azt is, hogy a dicsőséges szocialista ideológiában is azért igyekeztek úgy tervezni a panelházokat, hogy ne legyen benne családi asztal, és ne legyen helye az öregnek. Akkor az ideológia az volt, hogy a múltat végleg el kell törölni. Mert az öreg elkotyogja a család múltját, a egyházi közösség múltját, a nemzeti múltat. És hát, hogy meg kell védeni az ifjúságot. Most másként történik, de ugyanezt történik. És van nagyon széles a pártpolitikában is könyöklő csapat, akik nagyon ezt képviselik. Most másokból. Ez öreg, túl drága. Az idősek a szakadások összevarrásának karizmájával segítenek felfogni a nemzedékek folytonosságát. Szóval szép ez a kifejezés, a szakadások összevarói az öregek. Tehát a kontinuitását a társadalomnak csak az öregek tudják biztosítani. Erről már többféle módon volt a szó ebben az előadásokban is. Az idősek, még egyszer mondom, a szakadások összevarrásának karizmájával segítenek felfogni a nemzedékek folytonosságát. Gyakran a nagyszülők biztosítják a nagy értékek átadását unokáiknak. Sokféleképpen lehet olvasni egyházirodalomban, köszönöm a pápának az írásaiban, szóval, hogy a pápa, az öregek, azok, az egy kincses bánya. Az unokák számára. Kincses bánya. Tehát vannak közöttünk nagyszülők, úgyhogy ti vagyok, ti vagytok a kincses bánya. A következő nemzedék számára. Tehát azt, amit, amit a mi generációm tud, azt már a gyerekeink se tudják továbbadni. És hogy és most az illető közöttünk valaki volt itt nálam, és mondta, hogy a kicsi gyerek korában nagypapája orvos volt, kivitte a temetőbe a rokonok sírjához, és mert körzeti orvos volt annak idején, kivitte a meghalt betegei sírjához őket. Ilyen, ilyen tisztelette volt a betegei irán, hogy holtként is kiment hozzájuk a sírjukhoz ott lakott egy város részében Budapestnek. Szóval hol vagyunk ettől? Még a hótakhoz is kivitte az unokákat. Nyilván a gyereket levegőztetni kellett, a gyereknek mindegy volt, hogy hol levegőznek. Elmentek a rokonokhoz, és elment az öreg orvos a meghalt betegeihez. Tehát még egyszer mondom ezt a mondatot, mert fontosnak azért mondom. Gyakran a nagyszülők biztosítják a nagy értékek átadását unokáiknak, és sokan megállapíthatják, hogy épp a nagyszüleiknek köszönhetik a keresztény életbe való bevezetésüket. Szavaik, kedvességük, vagy puszta jelenlétük segíti el, a gyermekeket annak fölismerésére, hogy a történelem nem velük kezdődik, hanem egy hosszú folyamat örökösei, és hogy tisztelniük kell a már megtett hosszú folyamat, hosszú utat, akik megszakítják a történelemhez fűző kötelékeket nehezen fognak maradandónak maradandó kapcsolatokat teremteni, és elismerni, hogy nem korlátlan urai a valóságnak. Tehát egy fiatalba azért, azért mindig ott van ez a fajta putaság, hogy velünk kezdődik a történelem, előttünk semmi sem volt, bármilyen a mai társadalomban ahol az elektronikus masináinkhoz való hozzáértés a mi generáciunkban hiányzik. Ma az óvodáskor is többet tud róla, mint mi. És akkor e el könnyen elhiszi, hogy, hogy velünk kezdődik a történelem. Mert a mama meg a papa az ügyetlen ezekhez a masinákhoz. Tehát az öregek iránt tanúsított figyelem, minősíti a civilizációt. Minősíti a civilizációt. Ez egy nagy fogalom. De azt gondolom, hogy egy családon belül a családnak a, a, a kultúráját abból lehet megállapítani, hogy bánik az öregjeivel. Épp egy 80-an túli néni volt nálam, és hát érzi már azt, hogy a gyerekek csak, csak letudják, hogy karácsonykor eljönnek hozzá. És mondja a gyerekeinek, hát látom, hogy hát már nem hiányzok én nektek. Jobb lenne, ha meghalnék. Akkor a gyerekek persze udvariasan tiltakoznak, de érzi azt, hogy az ünnepnek a másnapján valahol egy kötelező fél órára bemennek. Egy családok a, a kultúráját minősíti az, hogy hogyan bánnak az öregeikkel. És mondani kell, tudatosítani, tudom, hogy nagyon lassan fog menni. De kell, kell mondani, kell tudatosítani. Minősíti a családot, hogy hogyan bánik az öregeivel. Figyel egy civilizáció az idősekre, van helye az időseknek. Az ilyen civilizáció előbbre fog jutni, ha meg tudja becsülni a bölcsességet, az öregek bölcsességét. Ez hányszor látom azért fiatal házaspároknál, ha elkezdenek építeni, azért mindig betervezik a nagypapának vagy a nagymamának, kikerül, nem tudják azt, a, azt a lakást, ahova majd beteszik, hogyha egyedül marad, és nem tudja magát ellátni. Sok szép gesztus van erre magas civilizációra is, nem csak öreget megvető családok vannak. Társadalmunk nagy hibája, a történelmi emlékezet hiánya. Ugye erről beszéltem az előbb. Ez a már eltűnt gondolkodás éretlen mentalitása. Hát mások eltűnt gondolkodás lenne. A múlt eseményeinek ismerete és a velük kapcsolatos állásfoglalás az értelmes jövő építésének egyetlen lehetősége. De az öregjeink azért még mindig mondták historia est matetu studiorum. Ma már nem mondjuk ezt. Én nem tudom, mikor hallottam utoljára. Latinul sem mondjuk, meg magyarul sem. Történelm az élet tanítómestere. A régiek azért őszintén mondták. A múlt eseményeinek ismerete és a velük kapcsolatos állásfoglalás az értelmes jövő építésének egyetlen lehetősége. Ugye a múltat végleg el kell törölni, énekelték az idősebbek. Emlékezés nélkül nem lehet nevelni. Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, mondja a zsidó levél tizedik fejezete. Tehát az Ószövetségben ez egy állandó szókapcsolat, mondd el gyermekeidnek, meséld el gyermekeidnek. Az egész széderesti szertartása, tehát a zsidó husvéti vacsának a szertartása erre épül. Mondd el gyermekeidnek. Nagyon szépen lehetne róla beszélni. Az idősek elbeszélései igen jót tesznek a gyermekeknek és a fiataloknak, mert összekapcsolják őket a család, a lakóhely és az ország átélt történelmével. Szóval hányszor hallja az ember azért, akár a, a, a médiában, hogy, a, a, hogy az, az öregek nem mertek beszélni a fogságukról. És az első háborúban öregapám ott volt, apám a második háború volt a Dunnál, de igazából nem beszéltek róla. Meg is voltak félemlítve, és nem is akartak rá emlékezni ők se és valahogy úgy elsikkadt ez az időszak. Hányan, hányan úgy jöttek haza az orosz fogságból a második háború után, hogy mindjárt elvitték a magyar fogságba valamelyikbe, és megtiltották, hogy semmit nem szólhatnak, mert a szocializmus, a dicsőséges szocializmus, akkor valami folt esik rajta. És mert annyira féltek szegény öregjeink, nem is mesétek róla. Elvitték a sírba. A család, amely nem becsüli a nagyszülőket, és nem törődik velük, akik pedig az élő emlékezet volnának, valójában szétes egy család az emlékező családnak ellenben van jövője. Tehát most senki nem tét meg bennünket, hogy emlékezzünk. Most nem tudom, hogyan áll a tanítás, mennyire zsugorodott össze a történelem a különböző technikai tantárgyokkal szemben, a mesterséges intelligenciával szemben. A mesterséges intelligencia nem fogja elmesélni az őseinknek a történetét. Ezért, ha egy civilizációban nincs hely az idősek számára, vagy kiselejtezik őket, mert problémát jelentenek, ez a ha kultúra halálos vírust hordoz, Önmagában. Mert elszakad saját gyökereitől. Az árvaság érzésének kortás jelensége, amely a szétszakítottságban, a gyökértelenségben és az életnek alakot adó meggyőződések gyengülésében mutatkozik meg, kihívás jelent arra, hogy családjaink olyan helyekké váljanak, ahol a gyermekek gyökeret tudnak ereszteni a kollektív történelem tudatában. Szóval a szuverenitás kultúrájához ez is hozzátartoznék. Nyilvánvaló, hogy a, nem a szuverén kultúrát akarják, azok se a nemzeti tudat nem fogják ápolni, se a történelmi kollektív emlékezetet.